A továbbtanulás nagyban befolyásolja életünk, karrierünk alakulását, ezért számos tényezőt kell szem előtt tartaniuk a pályaválasztás előtt álló diákoknak és szüleiknek, függetlenül attól, hogy épp középiskolát vagy érettségi utáni képzést, főiskolát keresnek. A mezőkövesdi általános iskolában jelenleg 126.8. diáknak kell február közepéig dönteni arról, hol is szeretné elvégezni a középfokú tanulmányait. Az elmúlt esztendőköz hasonlóan ebben az évben is a döntés előtt állók főként a két helyi középiskola kínálatából válogatnak, de többen a környékbeli településeken elsősorban az EGRI és Miskolci intézmények iránt érdeklődnek. A Szent István Katolikus Általános Iskolában 44 diák áll pályaválasztás előtt. Többségük a gimnáziumi, illetve a szakközépiskolai képzést választja a helyi, illetve EGRI Miskolci intézményekben, de 5-6 fő a helyi szakiskolában szeretné folytatni tanulmányait. A Széchenyi István Katolikus Szakképzőiskola által kínált képzések iránt ebben az évben nagyobb az érdeklődés. Az előző évekhez képest sokkal nagyobb az érdeklődés az iskolánk iránt. Mindenki tudja, hogy azokat a szakmákat, amelyeket keresnek a vállalatok, cégek, illetve végzett szakembereket vagy végzett szakmunkásokat keresnek a cégek, vállalatok, azokra van lehetőség itt helyben. És emiatt a szülők is, és a tanulók is belátták, és belátják, hogy egy, egy közepes, egy jó tanulmányi eredménnyel érdemes a szakközépiskolába vagy a szakiskolába jelentkezni, hiszen a megélhetést, a, a munkahely megtalálását, és hát ugye az elhelyezkedést ezt nagyon nagy mértékben segíti. A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola népszerűsége is az előző évek statisztikáját mutatja, hiszen a január második hétvégén lezajló központi írásbeli vizsgát tavalyhoz hasonlóan 150-nél többen tették le. A mi iskolánkban ugyanúgy, mint az elmúlt évben, a kilencedik évfolyamon választhatják a tanulók a nyelvi előkészítő osztályt, valamint a négy évfolyamos általános és humán irányultsággal induló képzést, valamint választhatják a gimnáziumi képzésnél a hatosztályos képzést a szakközépiskolai tanulók pedig a közgazdasági, illetve a rendészeti irányultságot jelölhetik meg. Nagy örömmel mondom, és hát azért azt jó leső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy a tanulók körülbelül ugyanolyan létszámban írtak most is írásbeli felvételi dolgozatot, mint a megelőző években. Ugye ezt azért fontos hangsúlyozni, hiszen látjuk évről évre, hogy a végzős tanulók száma jelentősen csökkent az általános iskolában, és az, hogy nagyjából azonos létszámú, 150 főnél több tanulóért most is, nagyjából azonos létszámú az írásbeli írók száma, azt mutatja, hogy azért az érdeklődés megvan. Én nagyon bízom benne, hogy ők a továbbtanulásnál is iskolánkat fogják majd megjelölni. A nyolcadikos diákok mellett az idén érettségiző tanulók számára is február közepe annak a határideje, hogy eldöntsék, tanulmányaikat szeretnék-e valamilyen felsőfokú oktatási intézményben folytatni, vagy munkát vállalnak a középiskola befejezését követően. A továbbtanulás témájával, kérdéskörével több osztályfőnöki óra keretében is foglalkoztak, de emellett a végzős diákok egyénenként is segítséget kérhettek osztályfőnökeiktől szaktanáraiktól is, hogy a számukra legelőnyösebb, legjobb döntést hozzák meg. A pályaorientáció témájában a megyei pedagógiai szakszolgálat munkatársa is tartottak előadást az elmúlt hónapokban az érintett tanulók számára. Mivel a tanulóknak, illetve szüleiknek a döntéskor számos szempontot kell figyelembe venniük, ezért sokszor a jelentkezési lap leadásakor válik biztossá, hogy hány és milyen iskolát választottak a fiatalok.